A kormány bevándorlás politikáját bírált a Gyurcsány Ferenc pártja nagygyűlésén az egyetem téren. A DK elnöke szerint, ha a kormány származás alapján ítéli meg az embereket, akkor mielőbb távozniuk kell. Az MSZP-t arra szólította fel, hogy vállalják fel a konfliktusokat a kérdésben. A résztvevőket pedig arra kérte, hogy 15-e után is segítsék a bevándorlókat. Megtelt az egyetem tér a DK szimpatizánsaival a párt nagy gyűlésén. A felszólalók és a résztvevők is a kormány bevándorlás politikája miatt tiltakoztak. Gyurcsány Ferenc szerint egy erős nemzet nem fél a bevándorlóktól, mert tudja, hogy általuk gazdagabb lesz. Az az Európa, amely megijed attól, hogy 1000 európaira most esetleg fog jutni egy vagy kettő muszlim, az nem erős Európa lenne, hanem gyáva Európa lenne. Ha pedig, mint mondta, a kormány származás és hit szerint válogat, akkor másik vezetésre van szükség. Gyurcsány Ferenc az osztrák kancellár Orbán Viktor bíráló szavaira is kitért. Hogyha az alapján teszünk különbséget ember és ember között, hogy mi az ő kulturális, vallási, nemzeti, származási háttere, abban az emberiség legjobb tragédiája születik. És muszáj azt kérnünk a magyar miniszterelnöktől, hogy még a látszatát is kerülje el annak, hogy a 40-es évek legborzalmasabb időszakának politikusai tekinti példaképének. Mert ha ez így van, akkor mi nem tudunk más kívánni, mint ennek a miniszterelnöknek a bukását és elfelejtését és kitörlését a magyar demokratikus emlékezetből. A volt miniszterelnök egykori pártja az MSZP tagjainak is üzent. Azt mondta, elvárja, hogy a demokratikus ellenzék legnagyobb pártjaként ne a középutat keressék, hanem vállalják fel a konfliktusokat. Az, aki nem így viselkedik, az nem érdemli meg, hogy vezesse ezt a dollart, és ha így viselkedik, nem is fogja sokáig vezetni, majd akkor vezetni fogjuk. A 15-től életbe lépő új szabályok Gyurcsány Ferenc szerint mindenkit bűnözővé tesznek majd. A DK elnöke arra kérte az embereket, hogy ne ijedjenek meg ettől. Azt kérem önöktől, hogy ha ez a bűn, akkor legyenek bűnösök. Legyen Magyarország 10 millió bűnöző országa. Beszéde végén a határon szolgálatot teljesítő katonákat és rendőröket a DK elnöke arra kérte, hogy ne hajtsák végre az embertelenség parancsát. Egyúttal bejelentette, hogy egy hét múlva a parlament körüli élőlánccal tiltakoznak majd a kormány menekült politikája ellen.